Köszöntöm a kedves nézőket, ez már itt a Weekend második része, és egy kis életmódváltással és sporttal folytatjuk a műsort. Ugye január elején persze mindenki megfogadja, hogy megváltozik, vagy legalábbis az étkezését és a rossz tulajdonságait tekintve megpróbál egy kicsit összeszedettebb lenni, fegyelmezettebb. Akinek jelentős túlsúlya van, az miután degeszrette magát karácsonykor, szilveszterkor, akkor úgy gondolja, hogy belekezd egy kiadós diétába, és természetesen egy diétát ugye tudjuk, hogy mozgással is illik megspékelni. Aztán hát sokaknak sikerül, sokaknak sajnos nem, mert föladják félúton. Mi abban bízunk, hogy a következő percekben olyan tippeket adunk a kedves nézőknek, amivel ezt a lendületet tovább tudják majd futtatni, és nyárra bomba formában lesznek. Úgyhogy szeretettel köszöntöm Farkas Anettet itt a stúdióban, a Hunters Val edzőjeként, és ugye hát úgy volt, hogy ketten jöttök, de a párod most is éppen dolgozik, azon dolgozik, hogy valaki tökéletes gyerekekkel formában legyen. Gyerekekkel van most ilyenkor ott. Na, hát akkor arról beszélgessünk egy picit, Anett, hogy mennyire jellemző ez itt Magyarországon, hogy mindenki fogadkozik új évkor, és mennyire gondol olyankor a sportra? Nagyon. Nagyon, tehát ilyenkor van is egy ilyen statisztika, ugye, hogy a termekben ilyenkor januárban és májusban a legnagyobb a zőrület és a tombolás. Hál' Istennek nekem szerencsém van így ilyen szempontból a csapatommal, mert egész évben nagyon-nagyon jó lendületben vannak, úgyhogy nyilván nekik is kell a motiváció, és mindenkinek kell, de nálunk azért az ennyire nem érezhető, hogy most januárban többen vannak, mint mondjuk februárban vagy márciusban. Nagyon sok múlik amúgy egy olyan személyen, vagy egy olyan edzőn, aki mögöttük van, vagy mellettük áll, mert az nagyon-nagyon jó motiváció tud lenni. Egyrészt ugye nyilván tudja, hogy mit szabad és mit nem, és nem csak a mozgásban, de általában ugye az életmódban, a diétában adott esetben szintén tanácsot ad. Mitől vagytok ti különlegesek, illetve az a fajta edzési program vagy módszer, amit ti folytattok, ugye az ígér egyfajta feszességet, fittséget, a mindenféle zsiradékoktól való megszabadulást, tehát szálkásodást, és hát egy boldogságot tulajdonképpen mondhatjuk. Pontosan. Hát amiben mi nagyon különlegesek vagyunk, és nagyon egyedi a mi edzésünk, az az, hogy mindezek mellett, hogy tényleg kemény az óra, és nagyon erős, nagyon-nagyon átmozgat mindent, és tényleg mindenhonnan folyik a víz rólunk. Minden mellett nagyon nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy így alakult ugye, hogy Robinál maradtak a fiúk a thaiboxon, és én meg leörököltem úgymond a lányokat, és ez egy ilyen nőies mozgás lett. Ugye a thaibox van összegyúrva a saját testsúlyos edzésre, és ez van egy ilyen nőies formába lelágyítva, és mivel, hogy én nőkkel vagyok, szinte csak 99%-ban, ezért azt vettem észre, hogy a nőknek mi a fontos, hát ugye az, hogy úristen, hogy nézek ki, jaj, a hajam hogy áll, jaj, elkenődött-e a sminkem, és erre ugye én megtaláltam a megoldást. Mi volt az edzőteremben is fontos persze, ez? Persze, hát azért a nők mindenhol, még egymással szemben is ez van. Sőt, hogy egymással van. Szemben még jobban, persze, szerintem. Mi van rajtam, jó ez most, amit felvettem, nem kipirosodtam, úristen, hogy nézek ki. És hát ugye nekünk a nagy egyediségünk az az, hogy sötétben edzünk. Tehát itt nincs ilyen. A végén van az, hogy ugye mikor felkapcsoljuk a villanyt, mikor vége van az óránk, akkor úristen, ne. Mindenki zsákot húz a fejére és rohan. Igen. Úgyhogy erre ez egy nagyon jó megoldás. Sokkal de jobban... valamennyi fény van, ugye? Tehát... Van, persze. Csak... Tehát fények vannak berakva, de tehát a nagyobb hangsúly az azon van, hogy el tudjanak lazulni, teljesen az órára tudjanak koncentrálni, befelé figyelés van nagyon-nagyon sokszor, és az, hogy ott legyen. Tehát amikor belép az ajtón, akkor nálunk ez felejts el, nincs gyerek, nincs csekk, nincs főzés, nincs mosás, nincs semmi, bejött is egy órára, az az ő ideje. És ez. Kezdők is elkezdhetik? Persze. Nálunk az nagyon fontos volt, hogy ne legyenek koreográfiák. Nagyon sok csoportos órán ez van, hogy valaki, aki jár már oda évek óta, az tudja, hogy mi fog ott történni, mi a koreográfia, nálunk nincs ilyen. Tehát ugyanaz, aki először jön hozzánk, az is ugyanúgy tökéletesen el tudja végezni, mint aki
jár már 2 éve vagy 3 éve. A kezdőt azt úgy értettem, ugye, hogy nyilván kezdő az, aki először megy hozzátok a terembe, de aki mondjuk évek óta nem csinált semmit, tényleg van mondjuk túlsúlya, recseg, ropog, nem is mai bútordarab már, nagyon ő is bemerészkedhet? Nagyon sok ilyen vendégem van, aki vagy soha nem sportolt, vagy évek óta nem sportolt. Ugye nagyon széles a korosztály, akikkel dolgozok, és mindig példának anyukámat hozom fel, és ugye 55 évesen ő úgy döntött, hogy elkezdi ezt, 14 kilót fogyott, és imádja, tehát soha pont nem... ezt akartam kérdezni, hogy valami sikersztorit mondjál már, hogy mennyit lehet fogyni. Nagyon-nagyon nagy eredményeink vannak, tehát ugye nagyon étrendet is szoktunk ugye összeállítani a lányoknak, nagyon odafigyelünk arra, hogy össze legyen úgy rakva az edzésük is, hogy ez teljesen rájuk, személyre van szabva. Hát ugye ez most nem jelenti azt, ugye, hogy éhezni kell. Nem, nálunk nincs éhezés, sőt, ezzel van a gond inkább, hogy az ötszöri ebés, ugyan van, akinek nagyon nehéz ezt megtartani, mert dolgozik, folyamatosan kifogások vannak, ugye ez mindig van, nem igen, volt időm. Ez egyszerűen nehéz 2-3 óránként enni, tehát valóban. Nehéz. Ugye, meg az is furcsa, hogy lehet enni, csak nem mindegy, hogy mikor, nem mindegy, mit igen, teszik az ember. Nem mindegy, hogy mit, és nem mindegy, hogy mennyi. És ugye ez a pláne, hogy mindenkinek személyre van szabva. Tehát én ezzel nem is szoktam azt javasolni, hogy most van egy divat diéta, és akkor kövessétek azt, mert az nem biztos, hogy neki jó. Tehát ugye ez mindig megvan szabva, hogy neked mennyit eszel egy nap, az alapján összeállítjuk, miket szeretsz, abból összeállítjuk az étrendjét. És tavalyi évben nagyon-nagyon csodás eredményeink voltak. Tehát ez az idei évben csak most kezdődött el, hogy még arról azért nem tudok beszélni, de hát 30 kilós fogyás, 14-17, tehát ilyen nagyon brutál. Ugye az ember a külsőségekbe kapaszkodik, de valahol, amit az elején mondtál, hogy itt befelé kell figyelni, talán ott megtalálják a lányok, asszonyok, férfiak is önmagukat, és a másik dolog, hogy ha valaki egyensúlyba kerül önmagával, úgy, hogy mondjuk a plussúlyától megszabadul, akkor valószínűleg a lelki békéjét is hamarabb visszaszerzi, tehát hogy egyben stresszmentesítés is, nem beszélve arról, hogy nem mindegy, hogy esetleg egy magas vérnyomással küzdőnek is kevesebb, vagy egyáltalán nem kell gyógyszert szedni, ha mondjuk megszabadul a túlsúlytól. Pontosan. Érdekes módon mindig olyan vendégeket is vonzok magamhoz, akik konkrétan valamilyen problémával jönnek hozzám. Ugye azt mindig elmondom, hogy ez az edzés ez úgy épült fel, hogy nekem is 2 gerincsérvem van, és a mai napig is van, tehát nem vagyok megműtve. És ezért lett úgy kialakítva, hogy ez teljesen kimélj az izületeket, a gerinc tartó izmokat megerősítse, hátizmokat, tehát ez így lett felépítve. Nagyon sok olyan vendégünk van, aki cukorbeteg, aki asztmás, aki hormon, bármilyen pajzsmirigy probléma. Tehát nagyon sok olyan nő van, aki sajnos ezt a világot éljük, de viszont mégis azt mondom, hogy mint minden, ez is lelki eredetű. És ha ő azt mondja, hogy egy héten 2 órát magára szán, az nagyon-nagyon sokat tud segíteni a kikapcsolódásban. És ugye persze ezt mindig elmondom, hogy soha ne hasonlítsák másokhoz magukat, mert amit lát az ember a Facebookon, az Instán, bárhol, ez nem a valóság. És az a valóság, ami egy átlagos családanya, és igenis legyen ott az a kicsi plusz rajta, legyen az a édesség, amit megeszik, semmi baja nem lesz tőle, de ha ott van mellette a mozgás, és ott van mellette az az egyensúly, hogy ő lelkileg kiegyensúlyozott, akkor nem biztos, sőt, biztos, hogy nem az a jó, hogy most kockás a hasa, és nem tudom. Tehát ez egy álomkép, amit ugye sajnos a... Szálljunk le a rózsaszín ködből, és éljük a valóságot, mert annak is vannak szépségei. Figyelj, Anett, engem meggyőztél, hova kell menni? Kedden és csütörtökön vagyok a Városi Művelődési Házban, ugye a Vánci Mihályban, 7 órától. Bárkit várok, téged is nagyon nagy szeretettel. Hát köszönöm szépen, megpróbálok egyszer a sötétbe oda becsúszni, aztán majd beszámolunk róla. Köszönöm szépen. Egy bejátszással folytatjuk a Weekendet. Az Orlai Produkciós Iroda visszatérő vendége a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színháznak múlt héten Szépernő vőlegény című vígjátékát láthatták a nézők Kovács Patrícia és Szabó Kimmel Tamás főszereplésével Novák Eszter rendezésében. Erről láthatnak most egy kis összefoglalót. Én kipakoltam annyi szépet a maguk új házáról.
El lehet képzelni, hogy gyengus néhány kezdem. Kornyekám, ebből a filmból bőleg én lesz, ha borgolni. Na nekem már elég praktikusom van ehhez. Üljön le! Jaj, de nem tudok én már inni. Lábaim! Lábaim! Na kérem, hát elértem, hogy még ma délután ide jön vizikre. Hát úgy sincs tánciskola. Jön a zsonnál, mint a rendben után. Jézus Isten! Ki az, akit ön alakít az előadásban? Én Kornél vagyok, Csúszi Kornélia, csak mindenki Kornélnak hív a darabban. Hát én vagyok a bonyodalom, a mennyasszony jelölt. Engem akar a családom kiházasítani, és erre van egy esélyes a vőlegény, csak hát itt ugye senki nem az, akinek kiadja magát, és ebből van a galiba. Hogy itt a szegénység, meg a kétségbeesés, hogy az ember már nem 20 éves, hanem 30 fölött van, és most már muszáj férhez menni. Ez abban a korban játszódik, ahol még egy nőt nem lehetett másképpen értelmezni, hogyha nem volt férje. Tehát ugye ez egyszerűen muszáj, és muszáj férhez mennem, és muszáj a családomnak valami sokkal szebb képet mutatni rólam, meg magunkról, hogy elkeljek, és ebből indul a bonyodalom, hogy egyszer csak kiderül, hogy nem az vagyok, aki. Ön szerint mi a titka annak, hogy Szépernőnek ez a darabja ma is sikeres, 100 év után is sikeres? Én azt gondolom, hogy dolgok nem változnak, a szerelem nem változik, a vágyak nem változnak, az akarat, hogy valami jobb életünk legyen, az nem változik. Változnak, mobilozunk, meg felgyorsult a világunk, meg az internet világában élünk, de ezek az alapérzelmek, ami egy embert meghatároz, azok szerintem ugyanilyenek voltak 100 évvel vagy 200 évvel ezelőtt is, és nagyon remélem, hogy még 100 év múlva is ilyenek lesznek. Úgyhogy innentől kezdve szerintem bármikor aktuális tud lenni egy szerelem, aminek lehet drukkolni, aminek lehet izgulni, hogy egymásé legyen végül ez a két ember. Úgyhogy szerintem ettől aktuális, mert a Rudit és a Kornélt, a Rudit Szabó Kémel Tamás játsza, lehet ezekkel a karakterekkel menni, tehát szerintem a néző megszeret minket, és akarja, hogy ez sikerüljön, úgyhogy velünk együtt izgulnak. Instálom szépen! Vendég! Anya! Krisztián! Tessék, Krisztián! Tessék! Krisztián! A magyar család aranykönyve. Rudit alakítom, Fox Rudit, a darab férfi főszereplőjét, aki egy mondjuk fogász, hát ezzel birkózik, de nincs doktoria, egy 33 éves fiú, aki, pont mint én, aki pénz szeretne, pénzre van szüksége, rengeteg adóssága van, és ezért nem röstel hazudozni a saját anyagi helyzetéről, illetve egyel vagányabbnak és úrívnak kiadni magát, mint egyébként mindenki ebben a darabban, hogy megszerezzen egy jelentős hozományt, jelen esetben Kornélka és a vele járó hozományra fáj a foga, de aztán ugye kiderül, hogy nincs hozomány, csak az egész egy nagy habiszti, de végül győz az igaz szerelem, úgyhogy egy ilyen sunyi fiú, talpra esett, ravasz, mint a róka, Fox, nagyon szeretem játszani, életem egyik legjobb szerepe. Miért annyira kedveli, és miért a egyik legjobb szerep az életében? Hát talán, mert eddig nem kaptam ennél jobbakat, de kaptam egyébként nagyon sok jó szerepet, de ez is valahogy a munka maga annyira meghatározó volt, illetve egy mindig öröm szerintem egy színésznek valamilyen nagy falatot harapnia, mint például a Szépernő, bármelyik művében, bármelyik figura, ezek azért vannak annyira klasszikusok, és egy színész számára jelentősek, mint egy Shakespeare vagy egy Csehov szerep. Tehát legalább annyira jól vannak megírva, hanem jobban néha. Nyilván most nem verseng, tehát nem verseng a két író, mondjuk egy Csehov nem versenghet Szépernővel, és egy Szépernő sem Csehovval, de mégis tartalmilag mondani valója, a személyiség, az egész figura, az szerintem simán megjelne bármelyik Csehov darabban is. Kedves papa! Drága jó uram! Én arra nyújtsz a papámba. Papuci, csak hogy egyszer sietek. Zsigom!
gyermekei. A Máté Szalkai Művészetbarát Egyesület elnökét, Pénzes Otto urat köszöntöm nagy szeretettel a stúdióban. Jó estét kívánok! Én már annak örülök, hogy vannak még ebben az országban olyan egyesületek és olyan emberek, akik fontosnak tartják azt, hogy a művészetet támogassák. Ha mással nem tudják, akkor legalább azzal, hogy együtt vannak, együtt gondolkodnak, különböző eseményeken részt vesznek, de azt gondolom, hogy azért az önök egyesülete nem csak jelen van bizonyos eseményeken, hanem teljes gőzzel szervezi is, és igyekszik minden módon egy picit nyomot hagyni az időben. Ugye egy történelem tanárnak lehet, hogy ez valahol tudat alatt egyfajta küldetése is, hogy egy picit a jelenkorban is írni a történelmet. Hány főt számlál jelenleg ez az egyesület? Közel 300-an vagyunk, de érdekes az összetétel az egyesületnek, mert egy része, kicsit több, mint a harmada, úgynevezett külső tag, akiket azzal lehetne jellemezni, hogy ők valahogyan kötődnek Máté Szalkához, elszármaztak Máté Szalkáról, és tetszik tudni, néha előfordul azt, hogy jobban szeretik a szülővárosukat, a rég elhagyott iskolavárosukat, mint azok, akik éppen ott élnek. Azok ugye a fekete napokat is megélik, akik viszont távol vannak, csak a szépre emlékeznek. Itt hát talán azt mondhatom, hogy ez a része az egyesületnek az talán a leglelkesebb. Igen, hát ugye ők nosztalgiával gondolnak egy egykori szép dologra, és hát valóban az ugye a megszépítő idő, az nagyon sok mindent átír az ember képzeletében. Ennek ellenére, hogy ők a lelkesebbek, azt gondolom, hogy azért mégis azok, akik ott vannak, és a mindennapokat ott élik, ők azért tudnak is tenni. Milyen fajta segítséget kap mondjuk ön egyesületvezetőként a többiektől? Tetszik tudni, megtanultam azt, hogy bármit kérdeznek tőlem, azt fogom válaszolni, amit én szeretnék. Tehát én azt gondolom, hogy az egyesületnek így a működési rendjében nem érdemes belemenni, mert ez nem egy kiépített rendszer, hanem ez egy ilyen ad-hoc módon megy, és én kemény kézzel kézbe tartom ezt a dolgot, tehát sokszor azt mondom, hogy az egyesület én vagyok. Ugye emlékszünk erre a nálamnál jóval nagyobb és híresebb embernek a mondására. Úgy gondolom, hogy erős kézzel, erős akarattal és jó kapcsolati rendszerrel kell működtetni az egyesületet, és hogyha olyan helyzeteket teremtünk az egyesületben, amikor van értelme annak, hogy együtt dolgozzunk, akkor meg is találjuk mindig rá a társakat. Ha szabad annyit mondanom, hogy amikor az egyesület közel 20 évvel ezelőtt megalakult, akkor egy kulturális vákumba léptünk be. Tehát Máté Szalkán egy kicsit libegett a kulturális élet, pénzhiány egyebek, és akkor belépett ez az egyesület, és a mércét igen magasra tettük, azt mondtuk, hogy nekünk mindenből a legjobb. Képzőművészet, színművészet, komoly vagy klasszikus és úgynevezett könnyű zene, tehát itt Kocsis Zoltántól, Czeizer Endrén, Ransburg Jenőtől, Kaláka együttesen, a Muzsikás együttestől, Szörényi Leventén, Bródi Jánoson, mindenkit akarunk. Mindenki, és itt is volt. És ezek az emberek nem csak, hogy itt voltak, hanem Máté Szalkaivá váltak egy picit, mert volt egy újságunk, illetve talán még van is, az a címe, hogy Mécs világ, amit ők innentől, ettől kezdve mindig megkaptak, és mai napig élő kapcsolat alakult ki a város, és ezek között az emberek között. Ennek két nagyon nagy jelentősége van. Viszik a hírét Máté Szalkának, a jó hírét, és gyakorlatilag az ország szellemi vérkeringésébe bekerültünk. A másik jó dolog, hogy ez visszakerül, ez a hír visszakerül a Máté Szalkára, és akik ott élnek, és netán kis hitűek, és azt gondolják, hogy Máté Szalka a világ vége, rögtön azt kezdik el tapasztalni, hogy lehet, hogy mégiscsak a világ közepe. No, és tulajdonképpen így az önbizalmunk növekedik. De ez az egyesület egyébként az elmúlt 20 évben egy pici változáson átment. Hadd említsek meg egy kitűnő közművelődési szakembert, aki közben belépett a Máté Szalkai közművelődési rendszerben, Buzogány Béla színművész igazgató, talán itt is ismerik a Kölcsei Televízióban őt. Ő lett a Máté Szalkai Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ igazgatója. És igazgató nagyon élvezte azt, hogy egy ilyen bő csapat, egy ilyen aktív csapat a közművelődésben szerepel, és nem vetélytársat látott bennünk, hanem partnert. És ha most itt szerényen azt mondom, hogy csodákra voltunk együtt képesek, és csodákra vagyunk talán most is képesek, akkor az talán mond valamit, de a mi egyesületünk is megpróbálta megtalálni helyét ebbe a rendszerbe. Buzogány igazgató úr mellett már nem kell a közművelődést szervezni, hanem meg kell találni a helyünket, hogy mi mit tudunk tenni. És a mi
Mi lesz hát ez pontosan ez a feladat? A mi helyünk a lokálpatriotizmus, tehát a Mártiszalka városának, város múltjának felkutatása, a jelenbe elhelyezni ennek a múltnak az értékeit, hogyha konkrétumot mondhatok, megtaláltuk azokat, megkerestük azokat a történelmi eseményeket és személyiségeket, akik Mártiszalka múltjában rendkívül jelentősek voltak, és aztán megpróbáltunk mindenféleképpen nekik emléket állítani, de olyat, hogy a mártiszalkaiak úton útfélen hát essenek el benne. Így hát a 48-as hős Kézi Lászlónak állítottunk emlékművet, a mártiszalkai színészeknek egy színház történeti emlékfalat a színházterem aulájában, Képes Gézának állítottunk emléket, egy jogtudósnak, aki a Szegedi Egyetem professzor volt. Megtudtuk, hogy ki mindenki tartozott ide a mártiszalkához az évszázadok során, visszamenve a Mohácsi csata hőséig, Szalkai László esztergomi érsekig. És gyakorlatilag ebben mozgunk most, és ha majd azt tetszik megkérdezni, hogy például legutóbb már mi mindennel foglalkoztunk, én arra is meg fogok válaszolni. Hát várjuk szeretettel, szerintem akkor az is kiderül, hogy én is Máté Szalkai vagyok. Ez teljesen csak biztos. Csak még erre vonatkozólag az írásos emlékeket nem kaptam kézbe, de elképzelhető, hogy ez is meg fog történni. Hát én azt kívánom, hogy ilyen szeretettel, ilyen lelkesen, ilyen kitartással és hittel működjön tovább az Egyesület, úgyhogy kívánunk nagyon boldog új évet. Nagyon szépen köszönöm én is, önnek is, és a televízió valamennyi nézőjének. Mi pedig hamarosan egy fiatalabb generációval folytatjuk, mégpedig a Művészeti Szakgimnázium sikeres tanulói érkeznek ide a Weekend stúdiójába. Kedves nézők, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fejlesztési ügynökség keretein belül működő Europe Direct információs központ munkatársai pénteken adták át a Fedezd fel Európát videópályázat győzteseinek azt a díjat, amelyről hamarosan beszélni fogunk vendégeinkkel, Aranyos Gábor tanárúrral, Révész Eszterrel és Farkas bács Leventével, valamennyien a Művészeti Szakgimnáziumból érkeztek. Sziasztok, jó estét! Hát Gábor, egyébként ne haragudj, nem tudom kihagyni még azt az emlékemet, amikor még te is ilyen diákpolgármester voltál, és a Jonathan Rádióban, azt gondolom, valamilyen kampány közepette. Nagyon. 3-4 éve. Igen, de 3-4 éve történt, de te annyira nyüzsgő diák voltál már akkor is, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon együtt tudsz érezni azokkal a fiatalokkal, akik valamilyen módon ugye annak a területnek a jeles képviselői, hiszen ezt elmondhatjuk mindkettőjükről, Eszter ugye kiválóan szaval, Levi pedig hát a Dóra és a Felfedezők oszlopos tagja, és ugye zenél, és mindenféle ilyen hangszeres dologban aztán abszolút profi vagy. De most ugye elsősorban erről a videópályázatról beszélgessünk egy pár sort. Ebben a dologban ugye én láttalak, te fel is tűnsz ott a csapatoddal. Hogyan értesültetek erről, és milyen volt a fogadtatása annak, hogy ti lettetek a győztesek? Hát igazából ezt a pályázatot ezt tanárulnak a jóvoltából találtuk. Aztán szerintem nagyon jó hatása volt az osztályunkra ez a munka, a videó elkészítése is, mind az előkészületek, mind a kivitelezés. Hányan készítettétek? Hát egy olyan 10-15 fő volt benne, aki úgy mindenki benne volt, de volt, ahol csak 3-4-en vettük fel azokat a részeket, vagy csináltuk meg a képeket, videót. És ezt milyen technikával dolgoztatok? Hát volt, ahol tanár úr adott nekünk pár eszközt, amivel tudtunk dolgozni, de hát ilyen kamerák, meg fotó. Gyakorlatilag egy jó telefonnal már bármire képes az ember, igen, ugye? Igen. Meg is lehet vágni, meg trükköket készíteni, de tényleg ez egy ilyen profi kisfilmre sikeredett. Hát tanár úr, akkor magáról erről a pályázatról egy kicsit mesélj nekünk. Ez a Fedezd fel Európa pályázat volt, ez már korábbra is visszanyúlik, tehát minden évben megismételték. Nyilván végignéztük az előző évek munkáit, hogy korábban mi készültek, melyik városok hogyan álltak ehhez hozzá. Abból a szempontból könnyű helyzetben voltunk, hogy Nyíregyháza azért az elmúlt 2004 óta tartó EU-s időszakban rengeteg minden köszönhetett. És rengeteg olyan fejlesztés valósult meg, amit a diákok összegyűjtöttek, és végül kiválogatták azokat, amit végül szerettek volna ebbe szerepeltetni. Amit külön köszönünk azt igazgatónak, Gajdos Lászlónak, hogy az állatparkba engedte ezt, hiszen azt tényleg meg akartuk mutatni egész Európának is, úgymond meg hazánknak is, hogy egy ilyen állatpark van ebbe a városba. Hány emberhez jut el ez a film tulajdonképpen? Mit gondoltok, hányan fogják látni, vagy hányan látták eddig?
Hát biztos sokan, mivel ugye a közösségi poltárokra ki van rakva, és ugye mi is osztottuk a Facebookon, így reméljük, és hát szerintünk nagyon sok emberhez eljutott, és reméljük, hogy még több emberhez el fog jutni, és ők is megnézhetik ezt a kis filmet. Én azt gondolom, hogy ti egyszerre vagytok végül is Nyíregyháza hívek, vagy drukkerek, vagy lokálpatrióták, és európai állampolgárok is, hiszen azért ti már egy olyan kultúrában nevelkedtek, ahol ugye átjárhatóak a határok, az emberek megtanulnak nyelveken, gyakorlatilag nincsenek határok, tehát ki tudja, hogy hol lesztek majd diákok, vagy éppen hol fogtok dolgozni, egy kicsit összemosódnak majd, de hát a szívetekben mindig magyarok maradtok. Van ennek egy nagyon-nagyon különleges ajándéka ennek a pályázatnak, maga a díj, hiszen ugye márciusban ti utaztok valahová. Erről meséljetek egy kicsit. Ma tudták meg, hogy pontosan, hogy lesz ez. Akkor szerintem tanár úr, meséld el, mert egy kicsit jobban. Strasbourgban lesz egy Európa nap, reggeltől estig. Nyilván a odautazás és visszautazást azt nem el kell nyújtani egy kicsit, tehát azért... Hát jó, egy napra nem megyünk is Strasbourgba. Egy napra nem megyünk, úgyhogy szerencsére körül tudnak nézni, és tudnak egy kis európai levegőt szívni. Hiszen megérdemlik, mert azt láttuk, és a pályázatban is leírtuk a szöveges részébe, hogy nem csak egy középiskola, mellette dolgoznak rengeteget, hiszen ezt is a héten este 8 év volt végig, addig gyakorolnak, plusz még a városi rendezvényeket bevállalják, plusz még ugye Levente is mellette még a plusz programokat. Tehát... Ha már itt tartunk, akkor ezt ennek a legújabb sikerét azért mindenképpen mondjuk el, hol jártál és milyen eredménnyel. Igen, ez egy szavaló verseny volt tulajdonképpen. Ez is ugyanúgy egy videópályázat volt, ennek pedig egy római út volt a főnyereménye, és ezt is sikerült elérni. Nem semmi, akkor Rómából, Strasbourgba, vagy azért egy kicsit hazajössz közben? Hát egy kicsit majd hazajövök szétnézni. Csupa ilyen kreatív diák van, ugye? Hát a művészetisek azok tulajdonképpen ilyen kreatívak, elmondhatjuk azt. És még itt azért úgy látom az Európai Parlamentbe egy kis látogatást is tesznek, kicsit belebújhatnak a képviselők bőrébe, úgyhogy ez mindenképpen egy különleges dolog lesz. Hogy érzed, mennyire segítenek az ilyenfajta együttműködések, ezek a team munkák, vagy ezek a pályázatok abban, hogy a diákok valóban egy kicsit kitekintsenek a saját kis életükből is, és tényleg azt gondolom, hogy világpolgárokká tudjanak válni. Én azt gondolom, hogy át kell élni, hiszen annak a helynek a szellemisége, legyen az egy magyar parlament, vagy egy európai parlament, maga az épület és az a hangulat, ami ott van, már az ad egy pluszt. Amellett, hogy megérdemlik, hogy egy jó buliban úgymond egy kreatív tanuláson vehetnek részt aznap, és megismerhetik azt, hogy hogyan működik elejétől a végéig. Hát, és nagyon sajnálom, elfogyott az időnk, nem tudom, Levi, gitárt viszel majd Strasbourgba? Hát lehet, hogy viszek, igen. Elképzelhető, nem tudom, mivel mentek, milyen... Busszal utazni, hát akkor igen. Szerintem ott bele fog férni. Hát kívánunk nektek jó utat, kívánunk nektek sok sikert, a nézők egyébként már belepillanthattak, de aki kíváncsi, az teljes terjedelmében hol nézheti meg ezt a filmet? A Művészetének a Facebook oldalán. Na hát akkor erre biztatunk mindenkit, kellemes hétvégét kívánunk nektek, és még egyszer szívből gratulálunk, és köszönjük, hogy itt jártatok. És a kedves nézőknek is, ha nagyon figyeltek, és remélem, hogy nagyon figyeltek, akkor meg tudják válaszolni, hiszen ez volt a mai kérdésünk, hogy milyen díjat nyertek a Művészeti Szakgimnázium tanulói. Írják meg ezt a Kölcsei Televízió Facebook oldalára, és 2 darab filmes belépőt, hogy hívják, ezt már olyan régen voltam moziban, mozi jegyet nyerhetnek a Cinema City jó voltából. Kívánjuk, hogy valaki nagyon szerencsés legyen, majd kellemes hétvégét valamennyiüknek, köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!